A Dombóvári Szent László Parkban a régi székely himnusz közös eléneklésével vette kezdetét a Madéfalvi tömeggyilkosság 259. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés. A madéfalvi vérengzés vagy madéfalvi veszedelem a székelyek egy csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt Mária Terézia királynő uralkodása alatt. A megemlékezést a Dombóvári Székelykör szervezte. 1764-ben Madéfalván, január 7-én öldöklés volt, székely öldöklés, ez a szikulicidium. Ez tulajdonképpen azért történt, mert a székelyek nem akartak beállni katonának, Mária Terézia seregébe, határvédőnek, és ezért, miután előzetesen sokat tárgyaltak ez ügyben, hajtatatlanok voltak a székelyek, és akkor lecsapott a császárnőnek a haragja, és lövette a székelyeket. Ezután Csík székből nagyon sok székely családostól elmenekült Moldvába. Nagyon sokan ott haltak meg a jeges oltvizében. Ez egy nagyon szomorú történet, és azért is emlékezzünk meg minden évben itt az emlékműnél erre a szomorú történetre, mert nagyon fontos, hogy honnan származunk, honnan jöttünk. De mindemellett ez egy másfajta ünnep is, tulajdonképpen, mert a bukovjani székelyek születésnapja ez a január 7-e. Ezért jövünk mindig össze, hogy ne felejtsük el, hogy kik vagyunk, honnan származunk, és tudjunk nézni a jövőbe, mert hogyha nem vagyunk tisztában a gyökereinkkel, akkor jövőnk sincs. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen szép környezetben emlékezhetünk a madéfalvi veszedelemre, hiszen 2014-ben, amikor állítottuk a kopjafát, akkor még itt eléggé érdekes volt a történet, összevisszaság volt, de 2020-ban a Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével és az önkormányzat támogatásával kialakítottuk ezt a Szent László Parkot, ahol helyet kapott a mi székelykapunk, és itt van mellettünk pedig a madéfalvi veszedelem emlékhelye is, ahol van 5 fal, ami az 5 bukovinai falura emlékeztet, és itt van elhelyezve egy madéfalvi fenyő, ami a gyökerünk, a madéfalvi kapcsolat. A Dombóvári Székelykör tagjai minden évben összegyűlnek ezen a napon, a 2014-ben kialakított emlékhelyen, és gyertyát gyújtanak az áldozatok emlékére. Idén 13 éve 13. születésnapját ünnepli a Székelykör, erre nagyon büszkék vagyunk. Egy nagyon lelkes kis csapat van itt Dombóváron. Igaz, hogy a Székelykör nagy része nem csak bukovinai, hál' Istennek vannak erdélyi székelyek, és nagyon sokan olyanok is csatlakoztak hozzánk, akik nem székelyek, de szeretnek velünk lenni. És az idei évre nagyon nagy terveink vannak. Elindítottuk az óvodában a képzést a kicsiknek, a nagyon kicsiknek, a nép hagyományokat újra kell tanítani, ez egy nagyon fontos dolog. Amellett, mivel ez egy nagyon jó kis közösség, sok olyan programunk van, ami tulajdonképpen megkönnyíti az idősek életét, mert nagyon sokan a Székelykörből idősek, és szívesen jönnek a közösségünkbe. Legutolsó rendezvényünk az a Nagymányoki Székelykör csoványulása volt, amit nagyon nagy örömmel fogadtuk őket, és nagyon jó volt a hangulat, karácsonyi készülődés volt. Nagyon sokan eljöttek, és ez számunkra egy örömteli hír. Az eseményen a tagság mellett részt vett Pintér Szilárd polgármester, Futó Péter és Tobak Gábor önkormányzati képviselők, valamint Hosszú Sándor Gergely, a Dombóvári Civil Tanács elnöke is.